Szuper, sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Egy, az, az innováció előmozdítója, az e-pénz az a címe ennek a prezentációnak. Gyorsan belevágok, mert kérték itt az rendezők, hogy kicsit gyorsítsunk. Ez, ez, ez az internet áruház szerűség, ez egy új dolog, az elmúlt fél évben jelent meg. Nem a mi termékünk, hanem az egyik partnerünké, de egy olyan dolog, amiben egyszerre akármennyi, eh, eh, hogy hívják, tól, őstermelőtől tudunk vásárolni. Az én egyik kosaram így nézett ki, hogy uborkát és rizstejet vásároltam, de két különböző embertől, de ez semmiben nem tűnt föl. Sőt, volt olyan vásárlás a minap, amikor valaki 30-valahány ezer forintért 10 őstermelőtől vásárolt egyszerre. Ez azt jelenti, hogy összesen 31 pénzügyi tranzakció zajlott le egy gombnyomásra, amikor valaki megnyomta a fizetek gombot. Ez, ebből a 30 az teljesen ingyenes volt, majd mindjárt meglátjátok, hogy miért, és csak a bankkártyának volt némi díja. De megjelent nemrégében egy másik startup, úgy hívják, hogy Yamber, ez a másik az előző a lokális volt. A Yamber arról szól, hogy olyan, mint az Uber, csak kajára. Hogyha elmész valahova, akkor ott felajánlnak valamit, itt itt egy lehet kapni, az illik a millióhöz, ahol vagyunk. És ha megnyomod a gombot, hogy tovább, akkor megkérdezi, hogy hány adag menüt szeretnél, és mikor érsz oda, hány perc múlva. És ha megnyomod a gombot, akkor már semmi dolgod nincs, mert a kaja után egy órával autóan ki is fizetted. Tehát nem kell semmit csinálnod. Mindehez a regisztrációnál, vagy meg kell adnod a kártyaszámodat, vagy ha már tudod, mi az a barjon, és van Barion Accountod, akkor be kell loginolnod a Barion Accountoddal, és az ott rögzített kártyákból, vagy a prepaid egyenlegedről ki kell fizetned egy kis összeget, amit rögtön visszaadnak, és utána már ismétlik a fizetést. Tehát ezerféle érdekes tranzakciót tudunk, ugyanezt mobilon is most nem mondom végig részletesen. Ennek az egyik lényege az, hogy sharing economy funkció, úgy is hívjuk, hogy a vevőtől a kereskedőhöz megy a pénz, aki nem feltétlenül ugyanaz, aki az egészet működteti. Mind a két esetben a, egyiknél az őstermelőhöz, vagy őstermelőkhöz landol a pénz, másiknál pedig, pedig a, a főzőházi vagy hobbi szakácsnál landol a dolog. Persze lehet sokféleképpen egyszerre többel fizettetni, és ami izgalmas, hogy minden két startup abból él, hogy jutalékot szed a tranzakcióból. Tehát miután a vásárló kifizette neki, ő is jutalékot szed, sőt, a lokális még egy harmadik ügynöknek is fizet némi jutalékot. És ezeket hagyományos banki tranzakcióval borzasztó drága lett volna megcsinálni. De ezen kívül van még cashback, rendszeres fizetés, tehát ahol egy megadott időpontban fizetek automatikusan, és inkognitó fizetés, de ezeket most nem reklámozom annyira részletesen. Én Bíró Tamás vagyok, a Barion nevű elektronikus fizetésrendszer vagy e-pénzrendszernek az egyik alapítója és ennek a gatewaynek az egyik tervezője, meg a marketingese, meg az információbiztonsági felelőse is, mert mindenki nálunk olyan startup-szerűen mindenki mindent csinál, és arról fogok beszélni a következőkben, hogy mi az a valami, ami lehetővé teszi, hogy ilyen bonyolult komplex tranzakciókat ilyen baromi olcsón, vagy akár teljesen ingyen csináljunk, vagy csináljon bárki más is. Van rengeteg kérdés, ami felmerül akár, amikor beszélek a barionról, vagy az elektronikus pénzről, de mindenki nyugodjon meg, ezekre most választ kapunk, vagy kaptok, hogyha érdekel benneteket, és nem lógtok meg. Teljesen mindegy, büntetlenül meg lehet lógni, ugyanis nem látok semmit belőletek. Tehát ha valaki, nem megyek utána. Az első kérdés az az, hogy bitcoin -e ez. Nem, nem bitcoin. A bitcoin az tök más. Ez forint, euró, dollár, vagy amit éppen megcsinálunk, jelen pillanatban forinttal működik. A jogi háttere nagyon hasonlít a PayPal-éhez. Azt is szokták kérdezni, hogy jaj, akkor ez biztos az a veszélyes dolog, amiről az MNB-től olvastunk, hogy milyen rohadt veszélyes, nem az a bitcoin legalábbis az MMB szerint, hogy valóságban azért, vagy nem, azt nem tudom, és nem is nagyon akarom tudni. Mi a frázhoz, hogy e-pénz? Hát ez a hivatalos definíciója, elektronikus készpénz helyettesítő eszköz, amit valamilyen elektronikus eszközön tárolunk. Ez lehet ez, ez, is, lehet egy kártya, lehet bármi, lehet szerver is. Most átmegyek ide, hogy ne árnyékoljam. Három formája van a pénznek. A számla, a pénz, ez ugye bankban van, ezt mindenki ismeri, hiszen gondolom van bankszámlátok. A készpénz, illetve a harmadik, az elektronikus pénz, ez 2011 óta van, és alkalmas mindenféle fizetésekre. Ez is egy gyakori kérdés, hogy ilyen van, nem nincs, azért csináljuk, mert nincs. 2011. április 30 óta van az Európai Unióban ez a lehetőség. Következő okos kérdés, hogy jó, jó, de mit csinálunk, az törvényese? Hát erre is azt szoktam válaszolni, hogy nem, nem törvényes, szeretünk börtönben ülni. Persze, hogy törvényes, ez az Európai Unió Payment Services Directive alapján az úgynevezett Electronic Money Directive alapján működik, amit minden Európai Uniós ország ratifikált, és működik is minden országban. Itt lehet többet megtudni róla, nem tudom, a szlájdok letölthetők lesznek-e, de minden esetre le lehet keresni a magyar törvényekbe is átültették elektronikus pénz címszó alatt. És hát aki szereti a jogi szöveget, az olvassa el, hogy ilyen elektronikus készpénz átvétele, illetőleg számlapénz átutalása ellenében kibocsátott elektronikus pénzeszköz. Magyarul nekünk valaki ad pénzt, akkor mi erre e-pénzt adunk neki helyébe hogyha valaki a kereskedőnek fizet, az ugye úgy működik, hogy a bankkártyájának a segítségével, a bankkártya az nem fizetőeszköz, az bankszámla, az csak egy csekkfüzet, csak plastikba öntve, a bankkártyája segítségével a mi bankszámlánkra átkerül a pénz, és ennek ellenében mi elpénzt adunk a kereskedőnek. <laughs> ez, a, ez a borzasztó, bonyolult dolog. Persze aztán ennek van azért jó sok könyvelési, meg mindenféle pénzügyi mahinája. Miért kell egy ilyen az Európai Uniónak? Miért nem volt jó a bank? Ez a legizgalmasabb kérdés, ez az egy első, ami meg tényleg van is értelme. Azért, mert arra kövekedtek, hogy legyen innováció, legyen verseny, és legyenek új szereplők a, a, a piacon, olyanok, mint mi, akik versenytársat vagy versenyt állítanak a bankoknak, és olyan innovatív megoldásokat meg tudnak csinálni, amit bankok nem, például a bankkártyával pénzküldés egymásnak. Vagy például, amit előbb mutattam, ezek a bankkártyára ugyan épülő, de akár bankkártya nélkül is működő, borzasztó komplikált tranzakciók, jutaléklevonások akármik, és hogy olyan üzleti modellek jöhessenek létre, amik eddig nem voltak. Másodlagos az a gazdaság fehérítése, mert minél több pénz van elektronikusan, annál jobb, mert annál több adó folyik be ugye a vásárlók, vásárlásokból a államoknak. Nem kell ehhez engedély, de a PSZÁV tud-e róla? Tud. Pontosabban ma már nem PSZÁV, hanem a Nemzeti Bank az a felügyeleti szerv, aki ilyenekre engedélyt adhat, úgyhogy ők azok. Ez az engedély ugyanaz az engedély, mint amivel a PayPal is rendelkezik, csak a PayPal nem Magyarországon kérte, hanem Luxemburgban, ugyanúgy érvényes az övé is az Európai Unióban, az egészben, mint ahogy a milyen kis érvényes Luxemburgban. Itt meg lehet nézni a Kiállok. Ott, ott, a legalján lehet látni, hogy ZRT néven van az első, egy, első és egyben egyetlen magyar elektronikus pénz kibocsájtó beegyezve, nagyon büszkék vagyunk rá. Ne tudjátok meg, mennyit szívtunk az engedélyezéssel. Hiszen a hatóságok sem ismerték a rendszert, nem azért, mert hülyék voltak, hanem mert nekik is pont olyan új volt, mint nekünk, úgyhogy együtt találtuk ki. Itt szeretnék egyébként köszönetet mondani, és ez nem nyalás, de tényleg mind a száfosok, mind a navosok baromi segítőkészek voltak végig, ami azt hiszem, hogy ilyen talán hihetetlen kategóriája megy. Én azt gondolom, hogy az ember egy kicsit kedvesen áll hozzájuk, akkor ők is azok tudnak lenni. E, igen, a NAV-tól NAV, NAV is van mindenféle jóváhagyásunk, például olyan pénztárgép, amiben barion van építve. Mennyire biztonságos ez? Rohadtul biztonságos, banki szintű biztonság kötelező hozzá. Bárki, e, aki ilyet csinál, annak, annak tulajdonképpen majdnem azt kell megcsinálni infrastruktúrában, mint egy bank. A kártyához PCI és persze etikus hackereknek a tanú, tanúsítványa, meg minden nyavaja van hozzá, amit, amit kellett beszerezni. Ez a PCI DSS nevű plecsni, az ilyen jól, néző, jól kinéző plecsni, egy 300 pontból álló security checklist, amiben olyanok vannak benne, például, hogy biztosítani kell az, hogy a kártyadatokhoz ne legyen egyetlen egy ember a cégben, aki egyedül hozzá tud férni, hanem minimum ketten férjenek hozzá, és még száz-sok ilyen. Akkor mi most bankot csináltunk? Ezt kérdezi mindenki szintén. Tulajdonképpen majdnem. Az egyetlen, ami különbség az elektronikus pénzkibocsájtó intézmény és a bank között, hogy ehhez csak 100 millió forint, csak idézőjelben 100 millió forintos tőke kell, nem milliárd, több milliárd forintos tőke, viszont cserébe nem adhatunk kamatot, illetve nem biztosíthatunk hitelt az ügyfeleinknek. Akkor ilyenkor hol van a pénzem, szokták kérdezni. Ö, hát a pénz az nálunk van. A valóságban egy számla pénz áll mögötte, az úgy hívják az elektronikus pénz ellenértéke, ami azt jelenti, hogy ez egy letéti számla egy kereskedelmi banknál van, az intéz a Szaupaulónál van ez a letéti számla röviden címnél de lehet több bankban is. A PayPal-nek például szinte minden országban 4-5 számlája van, és nekünk is előbb-utóbb az lesz, ha terjeszkedünk. Ez a kedvenc kérdésem. Nem tudjuk ellopni a pénzt, de ehm, azt gondolom, hogy ez ugyanígy vonatkozik mondjuk bármelyik más banknak az igazgatójára is. Ő is meg tudna lépni a pénzzel, ha akarná. Egy gond van ezzel, hogy nem éri meg. Mert hogyha annyi pénz van már benne, amivel érdemes elbújdokolni Brazíliába, akkor egyszerűbb, hogyha tősdére viszem, és teljesen legálisan meggazdagszom belőle. <laughs> és, és akkor ott élhetek, ahol akarok, és nem kell bújkálnom. Szóval természetesen nem. Logikusabb kérdés egy fokkal, hogy mi lesz, ha csődbe megyünk. Nálunk nem tud lenni barion pánik, úgy mint a bank, bankoknál, ugyanis nálunk minden pénzre van fedezett, ugye a bankok azok, több pénzt kezelnek, mint amire fedezetük van, meg hiteleket adnak ki. Minálunk ez kötelezően egy az egyes fedezet. Tehát, hogyha nálunk 100 milliárd forint van az összes kibocsátott pénzünk akkor mind a 100 milliárd van a bankszámlán, és ki lehet venni akár egy nap alatt. Nagyon boldogtalanok leszünk tőle, de tudjuk teljesíteni. Mindenféle törvények ugyanúgy védenek titeket, barion felhasználókat, mint ahogy egy banknál. A következő az, hogy pénz, hogy számvitelileg hogyan kell a pénzt kezelni, hát pont ugyanúgy, mint minden pénzt, kell e rá adót és áfát fizetni. Igen, rossz hírem van, természetesen igen, tehát a jambereseknek ugyanúgy kell fizetni adót, mint a lokálisos őstermelőknek, pont ugyanúgy kell adót fizetniük, mint ha eladnák készpénzért a piacon. Viszont kevesebb lesz a költségük az online kereskedelemmel, tehát többet nyernek meg. Számlát kell adni, nyugtát kell-e kiállítani? Igen, mint minden pénzre, erre is vonatkozik. A fizetés módjára pedig azt kell írni, milyen meglepő, hogy barjon. Vagy azt, hogy elektronikus pénz. A könyvelése tök olyan, mint az összes többié. De hogy lesz ebből igazi pénz? Ezt szokták kérdezni, mert ez egy ilyen virtuális isten nyila jelentem, nem, ez nem virtuális Isten az elektronikus pénz az teljesen valódi pénz, ezzel a valódi pénzzel egy csomó mindent lehet csinálni, el lehet költeni például másik olyan kereskedőnél, aki fogad el barjont, ebből a fizetés osztani, de természetesen a banki rendszerbe, tehát a hagyományos banki rendszerbe is át lehet utalni, tehát például a banki lehet kezdeményezni, még a NAV felé is tehát van olyan ügyfelünk már, nem is egy, aki az áfát például a barionos bevétel után innen fizeti, már csak azért is, mert olcsóbb az átutalás, mint a bankról. Természetesen a saját bankszámlájára is átutalhatja, ha akarja, de nem sok értelme van. Mennyit ér egy barion? Ez a kedvenc kérdésem. Ez azt szoktam mondani, hogy pont annyit, mint, mint egy OTP, vagy egy CIB, vagy egy KNH, vagy egy PayPal. Ez nem egy valuta. Tehát enne, ez nem egy pénz, nem. A Barion az egy intézménynek a neve, egy szoftvernek a neve, egy szolgáltatásnak a neve, tehát hogy, úgy, ahogy a PayPal vagy az OTP is, és az egy forint, az pedig egy forintot ér természetesen. A két forint meg mindenki kitalálhatja, hogy mennyit. Az e-pénz az egy nemzeti vagy közösségi valuta lehet, hamarosan eurót is fogunk nyomni, és aztán a környező országokat, aztán pedig az összes európai valutát és dollárt is fogunk kezelni egyre USA térben. terben. Aztán ha jól megy a dolog, akkor, akkor nyilván a többit is. Miből fogunk megélni? Hát az pénz kibocsájtó intézménynek van egy nagy előnye a bankokhoz képest, hogy nem kell úgynevezett profiltisztának lennünk, ami azt jelenti, hogy nem csak pénzügyi tevékenységet végezhetünk, hanem bármi mást is ami azt jelenti, hogy például mindenféle más szolgáltatásokat csinálhatunk, például jogunk van a vásárlásodokat gyűjteni, illetve ezek alapján mindenféle érdekes dolgokat csinálni. Ezek a valódi vásárlások, kiállok a képből, ezek különböző helyeken valódi mobil fizetéses, meg online, meg mindenféle vásárlások. Ebből mi profilt építünk a felhasználókból, és ezeket a profilokat arra használjuk, hogy hirdetéseket juttassunk el az emberekhez, de olyan hirdetéseket, amivel ők is jól járnak, hiszen kedvezmények formájában kapják meg ezeket. A kereskedő is jól jár vele, mert ügyfél megtartó vagy ügyfél szerző funkciója lesz, mi pedig szintén jól járunk vele, mert részesedünk, és szerény számításaink szerint többet részesedünk belőle, mint hogyha mondjuk fél százalék vagy egy százalék tranzakciós díjat szednénk. Természetesen, ha 3,5% tranzakciós díjat szednénk, mint a PayPal, akkor mi is ugyanúgy járnánk jól, de a PayPal-el úgy akarunk versenyezni, hogy egy annál izgalmasabb alternatív szolgáltatást akarunk nyújtani. A legfőbb versenytársunk tényleg a PayPal a nemzetközi piacon. A, mivel itt ilyen mobil verseny is van, hát ha van itt versenyző, ne tegyétek a kezeteket, mert úgy látom, ez a pitchünk a befektetőknek, hogy egy olyan elektronikus payment system, ahol a, a, vásárlási adatokat tesszük pénzé, méghozzá úgy, hogy super targeted hirdetéseket adunk. Ez azért super targeted, azért super célzott, mert semmilyen más módon nem lehet jobban célozni a hirdetéseket, mint hogyha tudom, hogy miket szoktál vásárolni, és hogy hol szoktál vásárolni. pedig mi erre vagyunk jók. Ezzel mindenki nyer, a kereskedő is, mi is, illetve a vásárlók is. Nem csak kényelmes és biztonságos fizetést kapnak, hanem még egy csomó akciót, kedvezményt, olyan dolgokra, amiket tényleg rendszeresen vásárolnak. Persze, hogy megéri, különben nem csinálnánk. Több olyan dolog van, ami segít bennünket, például nincsen tranzakciós illeték, illetve mivel ez egy innovatív szuper szoftver, ezért a a költségeink sokkal kevesebbek. Tehát itt nem milliárdokba kerülő szoftverekkel dolgozunk, hanem az egész rendszert kb. 300-400 millió forint közötti pénzből raktuk össze, attól függ, hogy számoljuk, például én, én munkabéremet hova számoljuk. Mert én közben a másik céggel is foglalkoztam, egész múlt csütörtökig, most már csak barjon. És, és nekünk ugyanannyiba kerül, egy néhány rendszergazda és néhány szerver üzemeltetési költségébe kerül egy, egy tranzakció per nap, meg 5 millió tranzakció per nap és néhány millió forintból meg tudjuk csinálni, hogy ez fölmenjen 10-20 millió tranzakció per napra. Ez, egy, ez ugyanez a skálázás egy nem startup jellegű banknál milliárdos nagyságrendű beruházás lenne. Úgyhogy az, üzleti, az innovatív üzleti modellnek köszönhetően akár 0%-os árat is tudunk csinálni. Nekem ez a tervem, hogy megcsináljuk az ingyenes bankkártyás fizetést. De ezt még, most még nem tudjuk megtenni. Hogy megy a szerződés kötés? Pofon egyszerű, online, akár mobilon is lehet szerződést kötni egy egyszerű regisztrációval, e-mail jelszó, suty és kész van magánszemélyeknek a regisztráció. Ezzel bizonyos ö, szintig elmehetnek, és nem kell ügyfélátvilágítást végeznünk. Lehet ezzel viszont feketézni, ha nincs beazonosítva az ember. Kis összegű pénzmosásokat lehet maximum csinálni egymást között, de az izgalom ebben az, hogy ugye a magánszemélyek a fekete pénzt betehetik barion számlára, eznek van némi limitje, ez a évi 650 ezer forint, tehát nem túl sok, de 650 ezeret be lehet tenni, úgymond akár feketén is, teljesen anonim módon. Ez még elég pornózásra, de valaki nagyon sokat pornózik, de annál többre nagyon nem, tehát a maffiának ez apró pénz. Viszont, amikor egy kereskedőnél elkölti ezt a pénzt, és a kereskedőnek több a bevétele, mint 260 ezer forint, ami a kivételi limit, kimászom belőle, akkor a kereskedőnél már legalizálódik a pénz. És ezért szereti az EU ezt a rendszert, mert a fekete vagy szürke pénzeket segít bevinni a legális fehér rendszerbe. Ezek a limitek fölött természetesen nálunk is rendesen el kell végezni az azonosítás személyigazolványa mindennel együtt. Kell-e kártya, meg NFC, meg ilyesmi? Az elektronikus pénz gyakorlatilag bármiféle technológiával működik. Lehet, lehet weben, mobilon, NFC-vel, bankkártyát is lehet hozzárendelni. Van például több olyan bankkártya, prepaid, ilyen előre fizetett bankkártya, mint, mint a Viabuy például, amik, amik tulajdonképpen e-pénzengedéllyel rendelkeznek. Nagyon vicces látni a weboldal alján ugyanazt a szöveget, mint a saját weboldalamon. És a mi megoldásunk, a mobil fizetésünk, azt, a, ami közelségi fizetés, az Bluetooth-tal működik, de ez csak egy apró technikai részletkérdés az átlag emberek számára. A miénk a szerver alapú, tehát nem eszközökön, kártyákon, csípeken, nyavajákon tároljuk, hanem szerveren, tehát igazából cloud, cloudban tárolt pénz a pénztárgépes fizetésünk az körülbelül így néz ki, hogy egy ilyen kis USB bigyókát kell a pénztárgépbe dugni, meg a szerverét, a, szoftverét upgrade a pénztárgépnek, és akkor így megjelenik a fizetés, még borravalót is lehet adni, meg kell nyomni a fizetés gombot, és már is megy, és ez Bluetooth-tal működik, úgyhogy a telefonok 90%-a tudja, iPhone-okon is megy. Hol tudhattok meg többet rólunk? Itt az újságíró kollégáknak köszönhetően szerencsére nagyon sokan írtak bennünk rólunk. Éppen tegnap jelent meg egy csomó cikkáról a bizonyos, hogy hívják ezt, közösségi gazdaság, vagy sharing economy fizetésekről, például a HVSV-nél, meg több más nagy hiradó.hu-n is, meg sok helyen ott, úgyhogy nyugodtan googlizzátok ki azt, hogy e-pénz, akkor egy csomó dolgot fogtok találni, többnyire minket. Ha hogyha e kerestek, akkor az Európai Unió weboldalán is megtalálhatok mindenféle információkat erről, a, erről az innovatív fizetési megoldásról. Illetve természetesen itt vannak a mi URL-jeink, meg az én e-mail címem, hogyha esetleg valami kérdésetek van. Én azt szeretném, hogy a gyerekeink azok már így nőjenek föl, hogy elektronikus pénzzel fizetnek. Köszönöm szépen a figyelmet! Sikerült 21 perce faragnom a prezentációt, úgyhogy egy 10 percet nyertünk, annyival hamarabb kezdhet a következő. Kérdés, van -e esetleg? Hát, ha nincs kérdés, akkor. Nekem van. <laughs> Nekem van illetve lenne egy, a, említetted, hogy és ez, én is erre gondoltam közben, hogy Magyarországon, hogyha jól értem ebben a formátumban csak a barjón létezik, tehát ezekkel a jogos és lehetőségekkel, és a pépelt t említetted, mint nemzetközi konkurenciát. Most ezt, ez egy ilyen elérhetetlen álom, hogy a PayPal-t valahogy ö, ö, meg lehetne szólítani, vagy erre van valami stratégiátok, van egy nemzetközi tervei, tervrendszeretek felépítve, és hogy merre akartok menni, ö, mondjuk Magyarország megszerzése után idézőjelben. Ennél érdekesebb a kép Magyarország megszerzése előtt akarunk menni külföldre, tehát hogy ez nem, nem, nem úgy, hogy országról országra megyünk, hanem, hanem szinte egyszerre most az ősszel, télen, legkésőbb tavasszal lerohanjuk az egész világot, úgymond. E, ugye ehhez a szoftver meg minden ugyanaz, némi fordítás szükséges hozzá, a jogi jog, engedélyezés meg semmi nem kell, hiszen mondjuk Szlovákiában, vagy Csehországban, vagy Spanyolországban, vagy Angliában is működik ugyanez, e, helyi bankszámlákat kell nyitogatni, bármik az eurózónában elég egy és akkor azokat némi, némi IT-fejlesztés van még hozzá, és stratégiánk természetesen van, ha minden igaz, az első befektetési körünket, egy ilyen ticket roundot, azt, azt jövő héten már zárunk is, vagy legkésőbb remélem jövő hét után, októberben indul kampányunk, új weboldal, minden nyavaja, és, és hát természetesen egy második körös, nagyobb, komolyabb, több millió eurós befektetéssel jövőre neki akarunk látni, és megpiszkálni a PayPal-t annyira, hogy mondjuk felvásároljon bennünket, vagy az ő egyik versenytársa. Ez a valószínűbb. Köszönöm szépen. Akkor ha esetleg nincs itt most kérdés, ha plénum előtt, akkor szerintem később majd személyesen is tudtok beszélgetni. Köszönöm szépen neked is, meg a, a havatóságnak is.